Azt gondolom, hogy a községnek sikerült ráébredni arra, hogy egynek minden nehéz, sokaknak semmi sem lehetetlen. Krisnofő Szabó Ilona volt az, aki minden akadály ellenére kiküzdötte a Faddi Betlehem felállítását. Bár a helyi önkormányzat azonnal partnere volt a kezdeményezésnek, a civil összefogás csak nagy nehézségek árán indult meg. Megszerveztük a gyűjtést, és hál' Istennek nagyon sokan segítettek, mind a hivatal részéről, mind a nyugdíjas klub, az idősek otthona részéről, úgyhogy tényleg összefogott a falu apraja nagyja, és együtt készítettük, gyűjtöttük. Az a díszeket gyűjtés alapon csináltuk. A Betlehem elkészítése és felállítása viszont több mint 500 000 forintba került, melynek költségeihez az önkormányzat is hozzájárult. Most nagy örömmel találkoztunk egy civil kezdeményezéssel, amit magánemberek és a faddi egyesületek vittek véghez, gyűjtést szerveztek a Betlehem figuráira. Az önkormányzat és én személyesen is természetesen örömmel kapcsolódtunk bele, úgy adakoztunk mi is, és segítettünk, elkészítettük ezt a kis fészert ide. A parkot díszítő adventi koszorú is közös munka eredménye, melynek jelentős részét a településen élő szakemberek, asztalos villanyszerelő lakatos és a település polgármesterek közösen végezte. A Betlehem felállítása mellett az adventi időszakban folyamatosan programokat is szerveztek a faddiaknak.